tortán, hogy azt mondhatjuk, hogy a filmfesztivál egyik legfiatalabb szereplője érkezik hozzánk, aki csak az elmúlt néhány nap alatt két nemzetközi filmes díjat is szerzett, két nagy nemzetközi filmfesztiválon szerzett külön díjat, és aki egyébként nem az első filmes sztoriát tudja előadni, kérem, ezért érdemes rákeresni, mert nagy hollywoodi sztárokkal forgat, miközben operettet énekel, és verset mond az a kislány, aki a saját játékfilmének a történetét is megírta, és amely tavaly már egyébként egy egészen más filmes közepben is szerepelt itt a filmfesztiválon. A Rianás című film, amely a Csonka család testiráti bántalmazás történetét gyilkosságon, rejtés, apám feszültségen, drámai fordulatokkal mutatja meg egy 10 éves kislánnyal, aki nem más, mint Barna Rihanna Emma. Ő tehát a Napodíja színész, Jakab Csaba színész és Szilárd Tamás rendezőoperatőr, egyébként a filmnek a rendezője, ami egy érdekesség a filmnek, Daragó Laura, aki Barna Rihanna Emma édesanyja is, és kérem szépen ugyanígy kellene majd Cannes-ban is, amikor ott megfordultak. Bemutatkozni és bemutatkozni, mert magántanulóként él és mozog közben a színházakban és a filmekben is. Legutóbb a Nők Lapja között a interjút egy nappal ezelőtt, ha jól láttam. Jól láttam, Rihanna? Semmi gond. Várjál, a fotóra figyel. Fotóra, semmi gond nincs. Szép, mosolygós. Így van. Na, kérdezzél, lássuk egy nagy pószt, egy nagy biztató napsot kérnék szépen Barna Rihanna Emmának, hogy itt van velünk. Köszönjük szépen.